Sziasztok, jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket, az M3 Autóparkban vagyunk, és egy Hyundai iX35-ös fogunk megnézni. Nem is akármilyen darab ő, egy jó kis 2000-es CRD dízelmotor van benne, ami 136 lóerős, tehát nagyon szépen lehet vele autózgatni. Másodsorban pedig második gazdától való az autó, és összességében 89.000 kilométert futott a járművünk. Úgy látom, hogy van néhány dokumentumunk, amit meg fogunk nézegetni, szerintem Concerto már felkészült, úgyhogy nézzük meg kívülről ezt a járművet. Ugye 2012 hatodik havi ez az autó, és szürke metál színű, és ne felejtsük el még miért mondani, nem elfejteném, ugye összkerékhajtással rendek, tehát kapcsolható összkerékhajtású a gépünk. Elől vadonatúj féket fogtok találni, most lett kicserélve, új tárcsa és új betét van rajta, műszakira ki lett cserélve rajta, hogy simán és jól átsuhanjon a fékpadon, jobban, de ott megálljon a fékpadon, és jó eredményeket hozzon nekünk majd, hogy két év műszakival tudjuk átadni, ami meg is történt, tehát kettő év friss műszakival rendelkezik az autó. Van nagyon szép ködlámpánk, kromdíszítésű a hűtődíszrácsunk, és teljesen korrekt, normális, jó állapotú lámpatestek vannak benne. Ki van nyitva a motorháztető, közben még ránézzünk egy másodperc az üvegezésre, tökéletes, hibátlan állapotú, itt meg tudjuk lesni az alvás számot, bár a hirdetésben nyugodtan meg lehet keresni, bele van írva a hirdetéseinkbe az alvás szám is. Na, és akkor van egy jó állapotú Hyundai gyári akkumulátorunk, ezt biztosan vehetjük akkor, hogy a Hyundai márka szervizbe tették bele. Találtam benne egy 61.000-es olajcsere címkét, ami mindenképpen biztató, és az is, hogy egy jó kis 16 szerepes dízel motor, ami alacsony fogyasztású, rettentő, kellemes és jó dinamikus érzés vele haladni, úgyhogy azzal sem lesz probléma. Ez egy alacsony fogyasztás, ilyen 6-6,5 literes fogyasztással megelégedő dízelmotor, ami nagyon-nagyon szépen viszi az autónkat majd. A gumik jó állapotúak, és ha közben megyünk, akkor látjuk, hogy Maxxer márkájú az a gumiszett, ami az autón van, gyári sötétítéssel ellátott üvegezése van, a gazdája kért rá egy eredeti gyári levehető Kia vonóhorgot. Hátra a lökhárítókba négy darab érzékelő, tehát tolatóradaros, és ez egy jubileumi szériás darab, 20 éves jubileumi szériás darab, ugye, és iX35 4WD, hát mondottam, összkerékhajtással rendelkezik, ezen kívül óriási csomagtérrel, ami többféleképpen alkalmazható, tehát tudjuk egyszer így használni, aztán be tudjuk esetleg húzni ezt a rolót a helyére, ki tudjuk venni a rolót, össze tudjuk hajtani az üléseket egyharmad, kétharmad arányban, tárolórekeszek jobbra, tárolórekesz pedig itt nincs, mert hogy ugye ez egy eredeti nagy, szép kis gyári Hyundai alufelni eredeti gyári mérettel, az emelővel, és van itt egy EU dobozka is, meg a tartozékok, kerékkulcs, gondolom az van benne. Ez egy jó erős dolog, tehát lehet rá pakolni. Nézzük meg a belsejét, mert azt szerintem az is izgalmas. Ez egy bőrkárpitos autó, közepében egy kicsi szövet van, és a két a széleken pedig egy nagyon szép, jó állapotban lévő bőrkárpitot láttok. Előoldalt és függöny légzsákos a gépünk, ott van a légzsákjelzés, és ami nagyon jó, hogy téli alkalmakra majd jó lesz, mert hogy a hátsó utasnak sem fog fázni a feneke, mert hogy elől, hátul van ülésfűtésünk, ugye, és négy darab elektromos ablakunk, minden működik benne különben. Van két pohártartónk, felhajthatós, és itt vannak velünk a srácok, éppen dolgoznak valamin, igen, egy gépkönyvet nézegetnek, nem is tudom, pont itt a megfelelő résznél vannak, hát szerintem ezt kezdtek el olvasni, hogy itt folytatják tovább, Feri és Peti kollégám addig itt el lesznek. Nézzük meg akkor a bal első ülésünket, hogy néz ki, szerintem nagyon korrekt és nagyon szép állapotban van, az alvásszámot újra meg tudjuk itt találni, és balkész felől pedig van egy csomó gombunk, a bal első az automata funkciós, a centrálzárra be tudjuk magunkat zárni, ugye, és a bent ülőket is, aztán az ablakot le tudjuk tiltani, tükrök jobbra-balra elektromosan kezelhetőek, illetve egy darab mozdulattal ugye be tudjuk csukni, ki tudjuk nyitni a két darab
oldal hátra tükröt. Nézzük meg, mi van itt még. Tehát, mint mondottam, függöny légzsák, fölfel is automata. A kormányunk nagyon szép bőr, bevonatott kapott. Jön néz ki ez a belső ezüstös rész is. Ugye bluetoothos az autónk, tempomatos és gyári rádiót innen tudjátok nyomni. Így né. 89.531 kilométert futott az autó, ez nem véletlen reklám, ez nem kitaláció, hanem látjuk azt is, hogy megfelelő dokumentumokkal ez alá van támasztva. Méghozzá van egy magyar műszaki vizsgalapom, amin látjuk, hogy friss műszak is az autónk, méghozzá ez a Hyundai. Ez megtörtént. Van egy nagyon jó kis osztrák műszaki vizsgalapom, itt látjuk az IX35-ünket ezzel az alvásszámmal, és azt, hogy ez az autó 2021. 9. hóban 84.000 km-órásnál volt egy műszaki vizsgán, és 87.500-nál pedig 2022. november 14-én. Ez is egy eredeti lap. És akkor van itt egy szervizkönyv, amik ezt éppen Concerto lapozgatja, nézzük meg. Azt mondja, látjuk az alvásszámot, 12. 6. hó 14-ei a gépünk, látjuk az alvásszámot, és amiben én belelapoztam, 16-ig van vezetve a szerviz... 16, 9. hóban volt olyan 49.000 kilométer, és akkor volt egy tulajdonos váltás, egy 48-as születésű hölgy lett a következő gazdája, onnantól kezdve ugye ő használta a járművet, hát túl sokat nem, mint látjuk, és az első gazdája sem. Nézzük még tovább, mik vannak itt. Könyöktámaszt, tálórekesszel, 6-os váltó, AUX iPod USB csatlakozó, két oldalra, két fokozatban bekapcsolható ülésfűtés, tolatószenzor kikapcsolható, szuper hideg klíma van, mindenki tapasztalni fogja, hogyha bejön, hogy egy nagyon jó kis hideg klímát fog itt majd érezni. A gyári üzenet hallottuk, működőképes ugye, CD-s és bluetoothos ugye, és előrébb kell gurulnom, mert hogy köszönjük szépen, kiengedte, megy az elakadás jelzőm is, és akkor megyünk vele egy nagyon picit, itt körbe-körbe, én nem vagyok bekötve, pittyeg az ember. Eddig tartott. Nagyon szuper, kényelmes autó, és mint mondottuk az elején valamikor, hogy ugye összkerék hajtású, ezt innen tudjuk bekapcsolni, ki lehet kapcsolni a menet stabilizátort, és ugye lejtmenet asszisztens is van a járműben. Jó kis szembefény is van. Itt már jobb lesz már egy kicsit. Sötétedik a belső tükör, ugye, hogyha mögöttünk nagyon világítgatnak, akkor ez jól fog jönni. Szemüveg tartó is van. Akinek szüksége van szemüvegbe, az majd kicsit meghúzatom a gépet. Nagyon-nagyon jól megy, nagyon jó élményvel autózni. Tehát aki hegyes-völgyes vidéken lakik, szeret kirándulni ilyen helyeken, vagy egyszerűen csak szeret biztonságosan autózni összkerékhajtással, az itt az M3 autóparkban ezt a mondhatni újszerű állapotú autót, szuper jó hátterekkel, meg nagyon jó felszereltséggel meg is találta nálunk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok, a viszontlátásra!